Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőinket a Lólépésben, Sak magazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok. Tájékoztatnom kell a tisztelt nézőket, hogy a mai napon is nélkülöznünk kell Pétert, Varga Péter műsorvezetőtársamat. Én szeretnék a korábbi adásban tett ígéretemhez híven bemutatni a tisztelt nézőknek, Portis Lajosnak, a nemzet sportolójának különböző alkotásait, amelyekkel. Megörvendeztethetjük a tisztelt nézőket a Sakvilágtörténelem egy kiemelkedő csillagának a fiatalkori és érettkori alkotásaival. 1937-ben született Portis nagymester, április 4-én, az a Legerszegen, és a 30-as évek vége igen ö, szép gyermekáldást biztosított a magyar sakkozásnak, ugyanis ekkor született, port nagymester kortársa volt a közelmúltban elhunyt forintos győző nemzetközi nagymester, olimpiai ezüstérmes, sokszoros válogatott nagymester ők kortások voltak, mindketten nemzetközi nagymesterek lettek. Portis nagymester jóval magasabbra emelkedett, mint forintos nagymester, de természetesen forintos nagymester is igen ismert és tisztelt nagymester volt a sakvilágban. Páradással korábban egy olimpián játszott alkotását mutattuk be a tisztelt nézőknek, amelyet megnyitás könyvek is igen gyakran idéztek és bemutattak. 1958-ban játszotta első igazán komoly küzdelmét Portis nagymester forintos győző nagymesterrel, ekkor még fiatalok voltak, fiatal titánok, mesterek, és a magyar bajnokság 1958 évi döntőjében találkoztak. Stílusuk részben eltérő volt, Forintos nagymester inkább volt tekinthető taktikusnak, de hát Portis Lajos, mint egy igazi világlasz is, szintén otthon kellett, hogy legyen a taktikában. Egy szláv védelmű partiban mérkőztek meg egymással, és a szláv védelem általában egy csendesebb küzdelemre vezet. A partiban azonban a, a két fiatal titán, a két fiatal mester ö, nagy áldozatos küzdelmére került sor. Nézzük tehát akkor a partit. A partiban Portis nagymester vezeti a világos figurákat, Forintos győző a sötét figurákat, mint említettem, szlávvédelemre védelemre került sor, tehát D4, D5. C4, és a vezércsel két rendszeréből, két fő rendszeréből, az a C6 és E6 közül a szlávvédelmet választotta forintos, C6 következett. Pót is mellőzte a cseréváltozatot, csereváltozatot, Huszár F3 következett, Huszár F6, Huszár C 3, és sötét az elmélet divatosabb változatát választva, beütött C4-re. E3 következett, támadva a C4 gyalogot, és a, 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 a sötét gyalog előtt megőrizve B5 jött. Ez egy jól ismert elméleti változat, bár 1958-ban még nem volt annyira kielemezve, mint napjainkban. Portis is nagymester ezt a gyalogfalangszot a 4 támadta meg, amire forintos huszár d 5 lépett. Port is beütött B5-re, amire forintos győző közbeiktatta a huszárüt C3-at, természetesen b 2 C3, majd a gyalogelőnyt megőrizve forintos győző visszaütött B5-re. Úgy tűnik, hogy sima gyalogelőnye van sötétnek, azonban nem pontosan így van ez. Huszár E5-tel a világos bejelentette, hogy ha a sötét nem tesz ellenintézkedést, akkor akkor vezér F3 következhet, mad fenyegetéssel, illetve az A8 bástya lenyerésével, vezér D5-re bástya E2, futó E2 következhetett volna, tehát az sem megfelelő ellenintézkedés, ezért forintos mester futó B7-et húzott. Bástya B1 következett, támadva a B5 gyalogot, amit nem nagyon lehet máshogy védeni, mint A6-tal, Vezetélete nem lett volna megfelelő, vezér D5, mivel arra F3, majd vezér C2 terv következhetett volna. Ebben az állásban azonban Portis nagymester beüthetett C4-re a futójával, futóüt C4, hiszen lóg a a gyalog mögött a B7 futó, és ebben az állásban világos fenyeget még azzal is, hogy beüt a futóval F7-re, ami mattot is jelenthetne, tehát ezt ki kellett védeni. Ö, rosszabb lett volna, ha B5 gyaloggal ütjük le a C4 futót, ezért Forintos e nyitotta a sötét mezőjű futónak az átlóját, és sport is sáncolt. Erre következett huszár D7, a kellemetlen huszárt igyekszik kiemelni onnan, és itt a fiatal port is kombinálni kezdett. Beáldozott egy egész bástyát, bástya 5 B5. A kombináció ötlete a középen reked király, illetőleg majd a kötés, a D7 ponton fennálló kötés lesz, sötét természetesen visszaütött B5-re, és futó B jött el, fennáll a kötés. Futó B 5 Természetesen el kell távolítani azt a kellemetlen ö, huszárt, ezért következhetett futó D6, amire világosnak tennie kell valamit, következett futó üt D7. Nem lehet mit tenni, tehát az csont nélkül jött az a tiszt, király hét. Amire Port és nagymesternek, ugye két tisztje az E5 huszát fenyegeti a D6, a D6 futó, és hogyha a huszát sikerül kiiktatni, akkor a világos futót, a D7 futót is le lehet ütni. Egy huszár villát adott be Portis nagymester a futót ö, fennhagyva, huszár c 6 sakk, amire ö, a lovat kell ütni, futóüt C6 és futóüt C6. Ha sötét a minőségelőny birtokában konszolidálja az állását, sikerül elhelyezni a királyát, abban az esetben nyertnek tűnik az állása, de hát addig még van egy-két lépés. Bástya C8-al támadja a futót, ez egy jó lépés. Bástya AC8, csak hogy világos rendelkezésére áll a kitűnő D5 lépés. Gyalog D5, ezzel ö, ö, nem csupán megóvjuk a futót, hanem azt jelentjük be, hogyha beüt D5-re sötét, abban az esetben fedetlenné válik még inkább a királya, ezt is kellett választani ő egyébként, E6-üt D5, amire futóüt D5 következett. Centrumban áll az a bizonyos futó, egy éles késként tudja elvágni a... a világos király menekülését, sötét jobb hián leütötte a gyalogot, bástya üt, C3, ebben a kiélezett küzdelemben azonban ez a lépés talán hibának minősíthető. Tehát bástyaüt C3, mégpedig azért, mert már csak egy gyalogja van a minőségért világosnak, viszont futó B2-vel ez a, ez a két futó akár a dáncselben annyira röngenezi a sötét királyállást, hogy sötét állásait már rendkívül kellemetlen. Futó B2, amire bástya C4-gyel igyekszik eltávolítani sötét a centrumból a világos futót. Bástya C5, azonban világos megvédi azt a futót, bebetonozza a centrumban e 4 Most futó H2 következett, egy gyalogot nyer vissza sötét egy ráterelő tisztádozattal, azonban ezt köszöni szépen Port is nem fogadja el, hiszen királyüt H2-re következhetett volna vezér B8 sak, majd leüti a B2 futót. Attól a B2 futótól azonban Port is nagymester nem kíván megválni, ezért király H1-et lépett. Erre következett vezér B6. Mégiscsak szeretné sötét azt a B2 futót, ami nagyon fenyegető. Portis is nagymester egy vezér D4 centralizálással és ütegépítéssel megóvja azt a futót. vezér D4, és következik bástya B5. Úgy tűnik, hogy nincs mit tenni. Oda kell adni azt a futót. Oda is adja port is nagymester, mivel sötét állásában már egyéb gondok is vannak. Vezér üt g Tehát tisztán odaadja a B2 futót, bástya üt B2. Csak hogy a világos futóval való baráti együttműködés miatt lehetséges vezérüt F7, és tereljük a királyt, vezérüt F7, király D8. Most le tudja ütni világos a H2 futót, király H2, amire jön vezér D6, és király g 1 a világos király biztonságos állásába visszamenekül. Ezek után vezér e 7 sötét felajánlja a vezérek cseréjét, amit világos nem szeretne elfogadni, hiszen a, a két bástya ö, sötét állásában még akár erőssé is válhat, tehát vezér E-hétre, vezér H-5 következik. Bástya F-8-a sötét ö, mozgásba hozta, harcba dobta az utolsó tisztjét is, bástya h 8 azonban világos is lép, Bástya A8-al egyszerűen vesztés szélére sodorja a sötétet, fenyeget ugyanis Bástya A8, király C7 vagy D7, és Bástya A7-tel vezért nyerhetne világos, ezért kénytelen valamit tenni. Itt most két folytatása lehet sötétnek, vagy Bástya C2, hogy Bástya A8-a, Bástya C8-at húzzon, azonnal visszavitte forintos mester a Bástyát B8-ra. Erre azonban futó C6 következett. Ezzel a lépéssel tulajdonképpen feltárja a bástyának a D-vonalat, vezér F7-tel további vezércserét kínál fel sötét. Vezér F7, csak hogy bástya D1-jel tovább tereli Portis Nagymester, igen hosszan kiszámított kombinációval a sötét királyt, bástya D1-sak, amire király C7 az egyetlen értelmes lépés. Király C7 és itt Portis nagymester még egy tisztet beáldoz, vezér e 5 sakk, amire egyetlen megfelelő a küzdelmet még elhúzó lépése van forintos nagymesternek, királyú C6. Teljes bástya hátránya van ö, világosnak, azonban a világos tisztek gőzerővel dolgoznak, teljes energiával dolgoznak, a sötét tisztek pedig nem tudják kellően oltalmazni a sehová elmenekülni nem tudó királyt. Következik Bástya C1. Sok. Most itt léphet vagy a B7-re, B6-ra a sötét király, léphet D7-re is, de arra Bástya C7 sakkal vezért nyerhetne, illetve még nagyobb bajok okozója lehetne nem csupán vezérnyerés, hanem további Bástra nyerés is, ezért király B7-tel próbálkozott. Forintos nagymester, de természetesen ez is veszít, hiszen a két nehéz tiszt eltereli az A8 sarokpontra, sarokmezőre a királyt. Vezér B tel a port is nagymester szépen megkérte, hogy vezér B sak. és mivel a B és C vonal a nehéz tisztek miatt egyaránt zárva van, csak is A8-a léphet a sötét király, mivel A7-re következhet a -e bástya, A1 és MAT, tehát A8. Erre is következik bástya A1-sak, vezér kell áldozni, vezér A7, és ezek után következik vezér D5. Ez a ráterelés kulcs lépése, ugyanis megszünteti a bástyák közötti összeköttetést, a vezérrel nem védhetjük ki a sakkot, és ki sem léphetünk, sötét csak is bástya B-et válaszolhat. A bástya természetesen le van kötve, és itt villanhat világosnak a keze, Vez, ö, bástya üt A7. A bástyát kénytelen leütni sötét, hiszen király B8ra, vezér B7 mat lenne tehát király üt A7, és itt figyelhetjük meg, hogy villát adhatunk egy sakkadással sötétnek, vezér C5, sak, és egyúttal veszélyben van, ütésben áll az F8-on álló bástya is, király A6, vezérüt F8, és sötét a kilátástalan küzdelmet feladtak. Port is nagymesternek az imént bemutatott fiatalkorú, fiatalkori parti azt mutatta be, hogy egy későbbi világklassz is kombinatív játékban is rendkívüli, és most pedig egy, egy felnőttkori portis partit szeretnék bemutatni. Portis nagymester 30 éves korában találkozott az akkori világbajnokkal 1967-ben egy nagy moszkvai versenyen, személyesen Tigran Vártanovics Petrosyan világbajnokkal, aki röviddel a parti előtt védte meg meggyőzően a világbajnoki címét Boris Spasskijjal szemben. A szlávvédelem csereváltozata ö, került terítékre. Ezt a megítást jól játszott a Portis és Petrosian világbajnok egyaránt, a két játékos stílusa bizonyos tekintetben hasonló. A Parti kiváló példa arra, hogy a Csereszláv egy száraz, unalmas megítás is lehet, azonban, hogyha egyetlen pontatlan, időt rabló lépést enged meg magának sötét, abban az esetben idézőjelben értve világos hamar a fejére nőhet, lerohanhatja, letámadhatja őt, és meggyőző vereséget szenvedhet. Ez egy olyan parti volt, amely következtében Petroszian világbajnok, később ex-világbajnok mindig szorongva ült le játszani Portis nagymesterrel szemben. Nézzük tehát akkor a partit. D4, D5, C4, C6, és Portis nagymester a csereszlávot választotta, 5D5, 5D5. A csereszlávnak a stratégiai tartalma tehát az, hogy a tempóelőny előny a szimmetrikus állásban tartós kezdeményezést biztosít világosnak, és előbb-utóbb el kell térni a szimmetriától, tehát nem is olyan veszélytelen ez a változat. Huszár C3, Huszár F6. Huszár F3, huszár C6, futó F4, és Petroszian világbajnoknak itt a futó F5, vagy pedig a passzívabb E6 felállás között kellett választania, ez utóbbit választotta, E6-ot lépett. E3, futó D6, és világos természetesen nem cserél, hanem futó G3-ot húz, egy kifejlett tisztét nem cseréli le. Petroszian világbajnok sáncolt, amire Portis nagymester folytatta a tisztfejlődést futó D3-mal, ez az eszményi helye a futónak, és következett Bástya E8, ami a későbbi bajok okozója volt. E helyett világos csekélye belőnyét hozta volna a futó g 3 H3, 5G3, vezér D6 és G4 támadás. A g gyalogot természetesen nem lehet leütni a huszára, hiszen arra futóüt H7 következhetett volna, de hát ez már egy másik parti lett volna. Minden eset ez a Bástya E8, ez egy passzívabb lépés volt, és Portis nagymester meglépte a huszár e ami egy térelőny biztosított számára. Huszár e azt a huszárt sokáig nem lehet megtűrni ott a centrumban, ezért futóüt E5 következett, és nagy nagymester nem a futóval ütött vissza, hanem a gyaloggal, d4-üt amire ö, egy értelmes lépés van csupán, a huszár d7. Huszár e4 ugye nem jön szóba, mert arra gyalogot veszít a, a térhátrány mellett Petros világbajnok. Huszár d7. Na most, ha megszemléljük az állást, azt láthatjuk, hogy térhátránya van sötétnek, állását leblokálja az e gyalog, illetőleg kisé szabad a tér a királyállása felé, a, röv a rövidre sáncolt király felé, a tisztek, a sötét tisztek eltávolodtak onnan. Portis nagymester a veszélyben lévő e gyalogját megvédte F4-jel, amire Petroszján a veszélyérzete, egyébként ugye Petroszján vastigrisnek nevezték a rendkívül kemény, biztonságos játékáról és veszélyérzetéről, a tigris ugye megérzi a veszélyt, itt azonban nem érezte meg is, nem a 20 c folytatást választotta, hanem vezér b húzott ö, azzal, hogy nyer egy gyalogot, vagy a B2-t, vagy a az E3-at fenyegeti leütni, és ezzel valamilyen mértékben ki tud fejlődni, de Port is nagymester erre a lépésre, a vezér B6 lépésre elsáncolt. Rövid sánc. Mindig esztétikus, amikor világos, úgy hagyja, ütni egy figuráját, hogy a sakkal történik, és a partiban is ez történt, vezérő te három sakk, király H1. És most azt láthatjuk, hogy a, a, sötét vezér egy gyalogért elment be a világos oroszlán táborába, azzal visszakozni kell, el kell távoznia, vissza kell mennie B6-ra, és világos támadása, mint a, mint a színházban a függöny, ahogy legördül, úgy gördül tovább. Vezér H5. Fenyeget, mattot adni, a, illetőleg gyalogot nyerni vezér H7-sakkal, majd utána király F8, vezér H8, király E7, futó H5, tehát itt már nagyon-nagyon sok minden fenyeget, ezért... Petrosyan nagyon helyesen látta, hogy nincsen más, mint Huszár F8. Huszár F8 visszarendeződéssel megvédi a H7 gyalogot, csak hogy Port is még mindig nem védi a B2 gyalogot, hanem támad Bástya F3. Petrosyan látja, hogy ez több kettőnél, és igyekszik betömni a futónak az átlóját is, Huszár G6 lépéssel, annál inkább, mert ha leütött volna B2-re, akkor arra bástya B1 következhetett volna. Na de, na de ezek után következett a futó, b, futó F2, amivel el van terelve a vezér, pedig az visszarendeződött b D8-ra. Portis nagymester megszemlélve az állást, azt mondja, hogy a 23 B5-ön keresztül beállhat D6-ra, és ott már nem is lónak, hanem bikának is beillik. Következett Huszár B5, amire Petroszán igyekszik fércelni az állást, Huszár E7, C6, E7, természetesen nem a másik Huszáron, mert arra rövidesen katasztrófa következett volna be, matt, és huszár D6. Sötét állása katasztrofálisan fejletlen, és Petroszian világbajnok kinyában már a minőséget is adná, tehát odaadná a D6 huszárért az E8 bástyát, csak hogy ki tudjon fejlődni, futó D7-et húzott, Portis is azonban egy nagyobb klasszis attól, hogy egy ilyen huszát odaadjon egy, egy passzív bástyáért, futó H4-en folytatta a király elleni támadást, amire vezér B6 következett, és ezek után Port is a H6 ponton pengetve a húrokat, bástya H3-at lépett. Katasztrófa fenyeget tehát most már a H7 ponton, ezért a világbajnok kénytelen H6-ot húzni. A királyállásban azonban ezzel a szamárfüllel további gyengeség következett be, ezért Portis nagymester a sötét mező gyengeségét a futó H6 tisztádozattal igyekszik kihasználni, futó, futó F6, bocsánat, ami nem üthető le, hiszen arra rövidesen mattot kapna a világbajnok, hanem kinyában leütötte a, B2 gyalogot, vezér B6 B2. Nos erre az ütésben álló bástyát el kellett menteni, bástyát F1-re, és a világbajnok huszár f szerette volna kiemelni a D6 lovat, vagy pedig a bástyát lecserélni. Huszár F5 következett, amire azt a, azt a lovat Portis nagymester leütötte, futó d 3 üt F5, és erre a világbajnok kezet nyújtott, az elismerte a vereségét, mivel ezek után nem tudja az állásában ö, meglévő gyengeséget ö, védeni, és rövidesen mattot kaphatna, hiszen gyalogütehatra. tehatra fenyeget még 20 f 7 és más egy illetőleg futóüt G7 majd kifejezett mattámadás, de, de ezt már nem várta meg Petrosyan, hanem feladta a partit. Egy nagy játékos arról is megismerszik, hogy tudja, mikor kell feladni a partit, és Petrosyan igazán nagyon nagy játékos volt, hiszen hat évig volt világbajnok. A partiban portis nagymester tehát arra mutatott rá, hogy amennyiben egy pontatlan lépéssel nagy fejlődési lehetőséget kaphat világos, az azaz az a másik fél, abban az esetben aktív tiszt fejlődéssel nem egy minőséget kergetve, hanem a király elleni támadást folyamatosan fokozva, finom támadó lépésekkel tud erőt venni a védekező, pontatlanul lépő félnek a hadán. Portis nagymester számtalanszor találkozott még Petrosian világbajnokkal, és későbbiekben ex-világbajnokkal, több alkalommal ki is kapott tőle kettejük, mérlege azonban a magyar világ is számára pozitív, amit a világon kevesen mondhatnak el. Sajnos azonban el kell, hogy búcsúzzunk a mai napon, hiszen műsoridőnk végéhez érkeztünk. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, remélem tetszettek Portis nagymesternek az alkotásai viszontlátásra.